Átfogóbb, átlátható és egységesített szakképzés, összefogott pályaorientációs stratégia. Erről egyeztettek ma Miskolcon a szakképzés városi képviselői a cégek képviselőivel. A szakképzés 4.0 szeptembertől felfrissíti az oktatás működését. Szakképzés 4.0, ez a címe annak az új stratégiának, amit Magyarország kormánya elfogadott. A szakmai munka az egyeztetéssel el is kezdődött Miskolcon. A Kós Károly iskolában a helyi nagy cégek képviselői ismerhették meg az új elképzeléseket, és Miskolc városának jövőképét a szakképzés és a gazdaságfejlesztés területén. Milyen lesz Miskolc városa? Milyennek szeretnénk, hogyha lenne Miskolc városa? És természetesen ehhez igazítjuk hozzá az előbb említett gazdaságfejlesztési koncepciót. De azt gondolom, egy nagyon fontos dolgot is mellé tettünk ennek, hogy mindenki, aki miskolci, az büszke legyen erre a városra. A Miskolci Szakképzési Centrum 14 intézmény működtet, ebből 12 a városban működik. Az intézmény vezetője szerint a szakképzés egyre népszerűbb a fiatalok körében, de az új stratégia tovább javítja majd a mutatókat. Molnár Péter azt hangsúlyozta, hogy a városban komoly szakmai kapcsolat van a centrum és a cégek között. A piaci igényeknek megfelelő képzés pedig elengedhetetlen. Egyre több cég települt be ide Miskolc városába, vagy a város környékére, és ezeknek a cégeknek természetesen van igénye arra, hogy jól képzett munkaerő utánpótlása legyen. És így elsősorban gépészet és informatika területén jelentkeznek igények. A szakember hiány nem ismeretlen fogalom az országban. Az eddigi tapasztalat pedig az, hogy lehetne még vonzóbb a fiatalok számára ez a képzési forma. Ezt már Bihal Tamás, a megyei iparkamara elnöke mondta. Hozzátette, a pályaorientáció eddig nem volt kellően hatékony. Mindig hiányoltuk, azt hiszem mindnyájan, hogy legyen ez rendben, legyen ez összefogott, legyen ez naptárba illesztve, és ezentúl természetesen azt szeretném, hogyha a vállalatok is ezt kiemelt feladatnak tartanák, hisz mindenkinek szüksége van a szakemberre. Ezen segít majd a szakképzés 4.0 stratégia. Az intenzív munka szeptemberben indul a szakképzésben. Mi alapvetően abban hiszünk, hogy a diákoknak, fiataloknak karriert kell kínálni, meg kell őket tanítani, tájékozódni, hogy jó döntést hozzanak, mert alapvetően sokkal fontosabb, hogy ilyenkor időben megtalálják a jövőképüket, és nem a klasszikus iskola marketinget szeretnénk folytatni. Miskolc vezetésének célja, hogy a város ne csak ipari, turisztikai, oktatási és kutatásfejlesztési centrummá váljon, hanem vonzó legyen a fiatalok számára. Azért dolgoznak, hogy a fiatalok Miskolcon maradjanak, akik pedig elhagyták a várost, visszatérjenek. Szeptember 1-től egy pályaválasztási honlapot is indítanak, ami egységes, összefogott adatbázis lesz a szakképzési rend érdeklődőknek.